Itt születtem ennek a templomnak a közelében, otthon, és itt is nőttem föl. Az első éveimet a nagyszüleim házában töltöttem. A legszebb emlékek gyerekkoromból ehhez kötődnek. Számtalanszor jártam körbe ezt a templomot. Itt házasodtak össze a nagyszüleim, a szüleim és mi is, férjemmel. Nagyon megváltozott a környék, ez egy biztos pont, olyan, mint egy tájban egy hegy, ez a templom, itt ezen a környéken, ahol a táj az folyamatosan változik, de a hegy az megmarad. Úgyhogy néha időről időre szükségem van ellátogatni erre a helyre. Sokszor jöttünk nagyanyámmal a templomba, és olyan helyekre tudtam bekerülni, ahova senki, vagyis hát én úgy gondoltam, hogy senki nem mehet be. Például az oltár mögé, föl a karzatra, tele volt titokkal ez a környék. Azok az igazi gyerekkori titkok, amire jó visszagondolni. Nagyon sok időt töltöttem nagyapám kertjében, amelyet később a varázsló kertjéhez kötöttem. Egy varázslatos kert volt, tele-tele szebb-dészebb virágokkal, különböző fajta virágokkal, és ezt a kertet keresem egész életemben, akár másnál, akár saját magamnál. Éves korunkban a barátnőm elkapott bennünket az alkotás vágya, ami egyszerre párosult a fölfedezés vágyával is. Fölfedezni Szabadkát úgy, ahogy volt régen, a Csát idejében, Kosztolányi idejében, és közben ezt a kutatást az alkotással párosítani, már pedig úgy, hogy ő egy regényt írt volna, én pedig rajzoltam volna hozzá különböző jeleneteket. Itt kezdődött tulajdonképpen az a fajta alkotási vágy, amely tényleg belülről jön, amely nem az utánzást, hanem a belső világot szeretné kiteljesíteni.
És ekkor felfedeztük Szabadkának az elrejtett arcát, a lépcsőházakat, amelyek a háznak a belsejében vannak, ugye ezek azoknak a házaknak a belsejében, amelyeknek a homlokzata előtt minden nap végig mentünk, és egyszer csak kitárulkozott Szabadka múltja és a lelke. Ebben az időben a saját családom múltja után is elkezdtem kutatni, és rájöttem arra, hogy kezembe került egy fénykép, amin nagyapám egy zenészek között áll, és az ő kezében is hangszer van, és láttam, hogy ott írja a dobon, hogy Jánoska Jazz Band, úgyhogy neki még jazz zenekara is volt. Ez azért nem tudtam róla, mert korán meghalt, és ezeket a dolgokat már nem tudhattam meg személyesen tőle, ezért nyomoznom kellett a múltja után. Aztán olyan fotót is találtam öregapámról, ahol tengerész sapkában van. Állandóan ezt hordta a fején, és megjelenik később a képeimben a tengerész motívum, Panon tengerész, akinek valójában ő volt a mottója. És egy egész sorozat készült róla. Az a tengerész, aki nem hajón jár, hanem biciklin vagy kis motoron. Apám is festő, és egész gyerekkoromban körülvettek a képzőművészeti könyvek. Sőt, amikor kicsi voltam, akkor meg, mivel hogy horvát, nem nagyon tudott magyar meséket mesélni, ezért egy atlaszból mesélt, amely tele volt térképekkel. Így utazgattunk estéről estére, a világ minden részére, és olyan érdekes, hogy a sors valahol elhozza az életben azt, hogy ez a kötődés utána folytatódjon. Tolna Jottó egyszer megjelent 2-3 iskolai térképpel, amelyeket valamelyik padláson talált, és idatta, hogy fessek rájuk. Annak idején nagyon sok használt papírt használtam kollásként a képeimen, és valahogy innen jött a térkép. És akkor összekapcsolódott az akkori valósága gyerekkori élményekkel, és újra élettek ezek a régi térképek. Fölülnézetből ráfókuszálni egy-egy dologra, ami alattunk van, és ilyen hasonló ez a térképes történet is, hogy mintha madártávlatból egy leszállnánk egy helyre, és ott megélnénk azt a pillanatot és azt a helyszínt. Sors által kerültünk Kanizsára. Először Szabadkán szerettünk volna élni, de nem sikerült házat venni. Ezt tényleg a fentiek rendezték, nem sokára. Adódott egy alkalom, hogy ezt a házat megvegyük, ami két részből áll, és a hátsó rész egy nagy raktárépület, amelyről nem is tudott senki, egyikünk se, amikor jöttünk megnézni a házat. És amikor megláttuk, akkor egyszerűen beleszerettünk.
sokáig kis helyen dolgoztam. Ilyen rögtönzött műhelyeim voltak, rögtönzött műtermeim. A legénységesebb időkben jártam egyetemre, és nem csak a helyhiány, a műterem hiány volt gond, hanem maga a festészeti eszközök hiánya is, úgyhogy a 4 év alatt az egyetemen 2 vagy 3 vásznat tudtam megfesteni olajjal, többit azt mind kartonra, olcsó festékekkel, papírra. Amikor fölvettek a Pécsi Tudományegyetem doktori képzésére, akkor kaptam először életemben egy nagy műtermet, világos nagy igazi műtermet, és elhatároztam, hogy most kihasználom majd az adottságokat is, ami nagy vágyam volt sokáig, hogy nagyméretű képeket készítsek, és akkor lehetőségem lett arra is, hogy megnöveljem a méreteket. Mikor a madár ugye kalitkában nevelkedik, akkor, hogyha kiengedi az ember, ki sem mer menni, aztán ha ki is megy, fél, meg nem érzi még azt a nagy teret. Hát körülbelül ilyen volt az én viszonyom a nagyméretű képekkel, hogy egyszerűen hiába volt tér, hiába volt megadva a nagyméret, nem tudtam hozzá fölnőni. Nagyon nagy segítséget kaptam Keserű Ilonától, a mesteremtől. Éljem át azt a felszabadultság érzetet, ami szükséges ahhoz, hogy a nagyméretet átérezzem. És ebben van a nagysága egy igazi mesternek, hogy pont akkor tudja azt a varázsszót tudja mondani, amit kell, hogy a tanítvány megértse. Körül tudtam járni, más viszonyom lett az egész nagy vászonnal, szűz vászonnal, és ettől kezdve megszűnt ez a gátlás, megszűnt az akadály. Azért is szeretek gyorsan dolgozni. Sokszor kizárom a gondolataimat, hogy legmélyebbről jövő dolgok jelenjenek meg. Aztán később elgondolkodok rajta, tovább dolgozok, de az első lendület az mindig a mélyről kell, hogy jöjjön, és azért van az őszinte. Ha őszinték vagyunk, akkor azt jelenti, hogy tudunk szeretni is. És ha tudunk szeretni, akkor kinyílnak a dolgok. Kézügyesség fejlesztése, a látás fejlesztése után kezdtem már saját motivumvilággal foglalkozni. Olyan motivumok jelentek meg, amik tényleg a mély tudatalattiból jöttek. Ilyen volt például a bölény motívum, amit szinte egy kicsit a barlangrajzokra asszociálnak. Rituális tánc közepette születtek. Szinte az absztrakt expresszionizmus irányába indultam volna talán meg. Fröcsköltem a festéket, vonalakat úgy húztam, hogy automatikusan, de mégiscsak a motivum megmaradt. Tehát a rengeteg természetjárás alatt nagyon érdekes helyekre kerültem el, amelyek nem csak magát a természet hangulatát idézik, hanem könnyebben össze lehet kötődni a magasabb rendű energiákkal. És ezek a helyek mindig nagyon érdekesen meg vannak jelölve a természetben, tehát aki ebben olvasni tud, az fölismeri, és ezek nagyon érdekes dolgok, amelyeket szintén belefűztem a képeimbe. Minden művészet legmagasabb feladata, hogy a látszat által megadja egy magasabb világ káprázatát. Ez a Goethe idézet lett a
az arcpoétikám, amikor megtaláltam, ráismertem arra a törekvésre, ami mindig is mozgatta a művészi tevékenységemet. És ez az egész folyamat akkor történt, amikor a fákat kezdtem el festeni. Hihetetlenül sok ajándékot adtak a fák. Olyan információkat, olyan művészeti impulzusokat, amelyek még ma is visszatérnek. Az egyik ilyen nagyon szép élmény, ami a fákhoz kötődik, hogy egyszer, amikor megvettük a házunkat, egy gyönyörű régi nyírfa van az udvarunkban, és egyszer reggel arra fölébredtem, és kinéztem az ablakon, köd volt. A fán 13 bagoly ült a ködben. Ez akkor egy olyan eufória érzetet ébresztett fel bennem, hogy utána évekig festettem ezt az élményt. Valahol jelnek vettem, egy jelzésnek, hogy ezzel kell foglalkoznom. Tehát annyira erős volt ez az élmény, hogy nem engedett mással foglalkozni, és szerintem mindig ilyen olyan dolog is kell, hogy legyen a művészet központjában, ami megérint bennünket. Tehát nem amit így a fejünkkel kitalálunk, hanem ami valóban megérint. És akkor az nagyon sokáig tud bennünket vezetni. És én ezt úgy fogom föl, hogy ezek mindig valamilyen feladatok, valamilyen kihívás, ami épít, fölépíti a belső világomat. Ugyanúgy vannak más állatkák is, amik a fákhoz kötődtek, így a gyík. Találkozhatunk esetleg velük, amikor a nap kisüt. Ugye, ahogy a baglyok az éjszakai madarak, a gyíkok pedig a nap állatai. Egyszer, amikor egy csoport ember itt volt a csodakútnál, az agyagban, akkor egy olyan látvány tárult a szemem elé, amely abszolút ezt a metafizikus teret, térérzetét erősítette föl bennem. Be voltak a testek kenve agyaggal, és álltak ebben a végtelen térben, a végtelen időben. Ez volt egy időben a képeim témája. Az emberi test, az élő test bekenve a föld elemmel, az agyaggal, a tűz, mint a tűző nap, a víz, mint a csodakút, csodavize, és a szél, mint a levegő jegy. Vagy levegőelem, a szürkének ez a végtelen számú árnyalata, ahogy szárad, repedezik, ahogy nedves, ahogy az emberi testtel találkozik. És az agyagban megjelenő repedésekben egyszer csak föltűntek az őshalak. Az őshalak, mint utólag így megfogalmazódott bennem talán a Panon tenger üledékében rejlő emlék.
emberben nem működnek az észlelés érzékszervei, akkor a tájat úgy látja, hogy van, nem úgy pedig, ahogy lehetne. Ez a valóság feletti valóság észlelése tulajdonképpen az, amit szeretnénk megtanulni. Nem csak a látás érzékszerve az, amivel észlelünk, hanem szinte az egész lényünk át kell, hogy élje a tájat, vagy a növényt, vagy attól függ, hogy ugye mivel foglalkozunk. A természet az olyan, hogy csak azok számára fedi föl magát, akik aktívan foglalkoznak az észleléssel és a megkülönböztetés rejtélyeivel. Ehhez pont az alkotás, mondjuk a rajzolás nyújtja a legnagyobb segítséget. Mielőtt elkezdenénk rajzolni, meg kell szemlélnünk, szemügyre kell vennünk magát a szőlőnek a formáját, a leveleinek a formáját, a gyümölcsének a formáját. És amikor ezt az egész lényt úgy egészben átéljük, akkor tudjuk úgy ábrázolni, hogy az ne csupán egy egyszerű másolás legyen, hanem átélt rajz. Minél több időt töltünk egyedül egy növénnyel, annál többet tud nekünk mondani magáról, és ezáltal, hogy magáról beszél, ezáltal saját magunkról is tanulunk. Vagyunk az apácák kertjében, Magyar Kanizsán. A templommal szemben van a zárda, és elkaptuk ezt a kertet, hogy műveljük. Azon a helyen vagyunk Kanizsán, amelyik helyet ugye Kanizsák többsége nem ismeri, és nem is ismerheti meg, kiváltságos hely, és ez miatt misztikus. Amikor ide bejövök, akkor itt így megszűnik minden, minden, ami a külvilággal kapcsolatos. Csak én vagyok, a növények, meg a madarak, meg egy néhány macska, amelyik így erre téved. Múltkor jött utánam egy rigó, ahogy kapáltam, vagy ástam, és így szedte ki a kukacokat. És leültem a végén, a sor végére, és egész közelre jött, mondom, hát már van egy új barátom is, ugye? Ezek a növények a gondolatokat elassítják. Az emberből kihozzák a gondoskodás által a szeretetet, és ezt így vissza is sugározzák. Pillanatra se bántam meg, hogy Szabadkáról Kanizsára költöztünk. Ebben benne van a kertészkedés, benne van egy séta Tiszára, benne van egy beszélgetés, vagy egy piacnap, vagy bármi, ami a hétköznapjainkat átszövi. De itt ennek mindennek megvan a maga súlya. Mivel, hogy nagyon sokszor főzünk, borvacsorákat készítünk, az étel megihletett, és maga az étel készítése, vagy maga az ételek színe, vizuális élménye, ami szerintem nagyon fontos, nem persze az ízek mellett, egyszerűen beleivódott a képekbe. A macskák, ők is beléptek a képek világába, szintén úgy, ahogy a többi dolog, szinte észrevétlenül. Hihetetlenül jó érzés, hogyha ha látjuk, ahogy ez az együttélés
egy harmóniát alkot körülöttünk. Aztán egész életemben fontos volt a rajz, és sokáig vittem magammal a füzeteimet. Ezek olyanok, mint a képekben leírt naplók, néha dátumokkal is el vannak látva, néha pedig csak úgy egy-egy fontosabb helyzet, egy-egy fontosabb motívumról szóló füzet. És tulajdonképpen olyanok, mint a képregények, csak saját stílusban. Régen vezettem rendes naplót gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban. Utána ezek így átvették a helyüket, ezek a rajzos naplók. Ehhez kapcsolódnak Leporello rajzaim, amelyek térben kinyitható, harmonikaszerűen kinyitható rajzok. Még emlékszem, amikor készültem az egyetemre, akkor se én vettem észre, hanem más mondta, hogy jé, hogy fölismerhetőek a képeid azért, mert ott van az a sok rózsaszín, vagy lilás rózsaszín, a félárnyék színe. Tehát nem a fény és nem az árnyék, hanem a félárnyék színének használtam, de mindig átszőtt az egész képet, és nekem nagyon misztikusnak tűnt ettől. Nem azt éreztem, hogy ettől úgy elágyítom, vagy hogy olyan finomítom, hanem misztifikálom, vagy misztikussá teszi a hangulatát a képnek. Számomra ez egyik legkifejezőbb szín. De hát ez szerintem teljesen egyéni dolog, hogy kinek melyik szín az ő kifejező színe. És a másik dolog meg szerintem ez változik attól függően, hogy az ember milyen időszakokban van az életében. Mostanában például a kék jelent meg, többféle kék. Minden esetre a rózsaszín még mindig úgy ott van, nem nagyon tudom nélkülözni, valahogy akkor úgy hiányzik valami, hogyha nincs ott, legalább valamilyen formában. Ez a legfontosabb része a kiállításnak, a rendezés. Ugyanolyan fontos majdnem, mint egy könyvszerkesztés, vagy egy darabnak, színházi darabnak a rendezése, hogy pont hova kerülnek a képek. Mert ezzel az egész a rész egy új egész lesz. És a kiállítás egészben és egy alkotás. Valamilyen koncepciója muszáj, hogy legyen a kiállításnak, ha más, nem csak a vizuális élmény, hanem hogy melyik képek kerülnek egymás mellé. Külön kihívása ez a képtár, hogy kétszintes, és ezzel is el lehet játszadozni, hogy melyik szintre, melyik, milyen képek kerülnek, mit jelent. Fönt a madarak, lent a halak, macskák,